Először nem magával az alapítvánnyal kerültünk kapcsolatba, hanem a Szabadsághídné Ján Gittával, aki nagyon sok segítséget adott nekünk abban a nagyon nehéz időszakban, abban az első időszakban, amikor a Réka született, és amikor a fejlesztése megkezdődött. Mi akkor a Mikes Kelemen útra jártunk az áthelyező bizottsághoz, ahol gyakorlatilag először csak azzal mentünk oda, hogy valamiféle szakértői véleményt fogunk kapni a Rékának az értelmi mozgás és egyéb fejlődéséről, mentális fejlődéséről. És ennek kapcsán találkoztunk ott a Gittával, aki a reményeinken felül még azt is biztosította a számunkra, hogy fejlesztette a Rékát, ilyen idézőjelben korai fejlesztője volt, sőt, tanácsokat adott abban a tekintetben is, hogy otthon mit csináljunk vele. Ez azért volt nagyon jelentős a számunkra, mert amint az később kiderült, itt a baranyai viszonylatban a Down-szindrómás gyerekeknek a korai fejlesztése abban az időben egyáltalán nem volt magától értetődő. Én részt vettem egyszer később egy szakmai konferencián, ahol még évek múlva is bírálták a Gittát ezért a törekvéséért, ami viszont számunkra óriási nagy segítség volt, azt a reményt adta, hogy a gyerekünk fejleszthető, és hogy egy sokkal jobb fejlődést tudunk produkálni, mint amit először a születése után elképzeltünk. Rendszeresen visszajártunk a Gittához, aki olyan aranyos volt, hogy így segített nekem így bejutnom egy győri Down konferenciára is, ami az én számomra megint csak rengeteget jelentett, mert egyrészt beleláttam egy kicsit jobban ebbe a világba, és azt is láttam, hogy milyen ellentétek és milyen érdekes vélemények szabdalják még a Down-szindróma körüli gondolkodást, azt az egész narratívát, amit a gyógypedagógia ebben a tekintetben kialakított. És nekem ez óriási segítség volt, mert hogy ki tudtam alakítani vele kapcsolatban a saját hozzáállásomat. Találkoztam szülőkkel, találkoztam szakemberekkel, úgyhogy a Gittának ez a fajta mellénkállása, ez szerintem az egész életünkre meghatározó volt, úgy gondolom. Aztán elkezdtük az életet, jártunk a Gittához, ő fejlesztette a Rékát, majd amikor a Réka 5 éves volt, akkor egyszer bekopogott hozzánk azzal, hogy létrehozna egy olyan alapítványt, amely alapítvány az értelmi sérült embereknek, a gyerekeknek a jobb fejlesztését szolgálná. És én nagyon lelkesen csatlakoztam hozzá, ilyen módon alapító is lettem ebben az alapítványban. És az alapítvány megkezdte a működését, akkor, ha jól emlékszem, Bicsérden, az volt az első ilyen fontos hely, ami az alapítványhoz kötődik, és így átitelesen sokat hallottam én erről a munkáról, de miután a Réka iskolás lett, és ott volt nekünk feladatunk, én alapítóként csak időről időre visszatérőleg hallottam arról, hogy mit is csinál az alapítvány, hogyan fejlődik. Nem is követtem, nagyon érdekes, hogy hosszú éveken keresztül szorosan nem is követtem. Például én soha nem voltam Bicsérden, ezt a mai napig is szégyellem, tényleg röstellem, mert illett volna, hogy ismerkedjek a tevékenységgel, de az életünkben meghatározó volt az, hogy mindig ott volt a gondolatomban, hogyha bármikor az életünkben segítségre lesz szükségünk, akkor nekünk ott van a Fogdakezem Alapítvány. Ami azért érdekes, mert hogy nem is volt jogom ezt gondolni, mert hogy én ezért az alapítványért alapítóként nem sokat tettem. Én aláírtam a papírokat, időnként így érdeklődtem, hogy mi van, meg mi történik, de hogy én tevőlegesen nem vettem ebben részt. És aztán, ahogy a Réka egyre nagyobb lett, egyre közelebb került az az idő, amikor így gondoltam, hogy én majd ide fogom hozni a Rékát. És ez az én számomra ilyen magától értetődő volt szinte. És amikor a Réka kikerült, vagy tudtuk, hogy most már befejezi az iskolát, akkor megint egyszer találkoztam a Gittával, ilyen alapító kirat, meg nem tudom micsodáknak az aláírása okán, és a
És mondtam a Gittának, hogy ha van lehetőség, akkor én a következő évbe hoznám a Rékát, a Gitta pedig azt mondta, hogy természetesen van erre lehetőség. Jöttünk is, és azóta itt vagyunk, ennek most már 3 vagy 4 éve, igazából tényleg nem tudom, hogy 3 vagy 4 éve, pedig ezt így most megnézhettem volna, és egyrészt folytatódott az a kapcsolat, ami ugye akkor megszakadt, amikor a Réka iskolába került, és a Gittával úgy lehetett tovább együtt csinálni mindent, mint a legszívbélibb jó baráttal, hogy ez eltelik 15 év, és akkor összefutunk valahol, és ott tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk. Ez nagyon érdekes volt. Így is történt, jöttünk a Rékával, és a Réka itt nagyon jól érzi magát. Tehát az én családomnak az óriási segítség, hogy egy biztos tudatban élek, hogy a Réka napközben jól érzi magát, jó helyen van, fejlődik, segítenek ebben neki. Az alapítványnak a lelkiségével pedig maximálisan egyetértek. És hát a távolabbi célunk, amit már így meg is osztottam az alapítványnak a vezetésével, ugyanis a Gittának a vezetőváltásával is egyet tudtam érteni, és szerintem nagyon jól választott, és hogy azt szeretném, hogyha Réka a felnőtt korát, ha ez lehetséges, akkor az alapítvány valamelyik lakóotthonában tölthetné, vagy tudná tölteni. Tehát én most már úgy gondolom, hogy mi eljegyeztük magunkat ez mellett, az alapítvány mellett, és ez egy közös családi döntés nálunk, hogy ez már így lesz mindig is. Gondolom, ameddig élünk, mert hiszen hogyha a Réka az alapítványnak a lakóotthonába fog lakni, akkor ez már mindig így lesz, hogy kapcsolatban maradunk az alapítvánnyal.